Bemutatom nektek Nyerki Sándornét, akit Lonkának hívunk mindannyian. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy te mit kerestél, amikor rátaláltál erre a lehetőségre? Ugye amikor rátok találtam a neten, láttam az oldalatokat, ránéztem, és igazából az egészséget kerestem, illetve az egészségnek akár a megőrzésére, de akár a visszafordítására, egy betegségnek a visszafordítására való lehetőséget, majd másodszorban pedig anyagi lehetőséget is kerestem. Ugye mivel, hogy rokkantnyugdíjas vagyok, ezért időm is, és én úgy gondolom, hogy talán emberi kapcsolataim is vannak annyi, hogy ez így erre így számítok, és ez idáig úgy néz ki, hogy ez be is jön. A szempontok... Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen szempontok szerint kerestél? Igen. Akkor itt szinte már majdnem elmondtam ebbe, hogy ugye az egészség volt az első szempont, a második szempont pedig az anyagi vonzata. De hogy melyik céget választod? Megnéztél többet is, vagy pedig... Igen. Vagyok még a mai napig is egyben, de nem dolgozom benne. Uh-huh. Az is egy MLM cég, itt nem mondanám a nevét, de igazából ott nem, tehát én nem találtam meg azt, amit itt ebben megtaláltam. Voltak-e valamilyen kétségeid esetleg itt az elején mondjuk? Mielőtt csatlakoztam. Megmondom őszintén, hogy nem, mert amiket olvastam, láttam és hallottam, azok annyira meggyőzőek és annyira hitelesek, hogy nem volt kétségem. Belőle, az lett volna még a következő kérdés, hogy esetleg mi volt az a pont, ami végül is meggyőzött, hogy na, akkor én most itt beregisztrálok és elkezdem. Vagy ha volt az, ilyen. Hogy ne lett volna. Ugye én hát nem tudom most ezt, hogy lehet-e bejelöltelek téged, visszaigazoltál, majd rám kérdeztél, hogy milyen céllal jelöltelek, és akkor ugye én mondtam, hogy olvastam az oldalad, videókat, stb. És ez igazából engem érdekelne. Ami ugye egy kicsit visszatartott itt, most ugye visszatérve arra, hogy milyen ellenérvek lettek van, az ugye az első MLM-es üzlet csalódásában volt. Ott egy kicsit azért megtorpantam. Ugye már maga itt az indulásom is olyan volt a regisztrációnál, hogy egy kicsit akadozott. Igen, elég nehéz volt. Elég nehéz akadozott. Ugye elgondolkodtam, hogy úristen, hát most már így kezdődik, akkor hogy fog folytatódni. No, de hát ez nem tartott vissza. Úgyhogy... Bátorságpróba az elején. Hogy átküzdöd-e magad az első akadályokon. Igen. És én tényleg, tehát én ebben itt most otthon érzem magam. Olyan magaménak tudom, jól érzem benne magam. Szinte minden nap, amikor kint vagyok, boltban vagy bárhol, minden nap ez szinte folyik belőlem, mert ugye, ha szóba el a gyerek, és akkor elkezdi, hogy itt fáj, ott fáj. De hát mondom, nem kell ezt elviselni, hogy fáj, hát van rá lehetőség, hogy ez ne fájjon. És olyan lehetőség, ami csak is pozitív eredményeket hoz, és nincsenek benne méreganyagok, hogy most gyógyszerhez kelljen nyúlni. Ugye itt én már a saját tapasztalatomat is mondom, mert... Igen, ezt akartam kérdezni, hogy vannak-e már és milyen, illetve én tudom, hogy neked van, csak hogy meséld el. Igen, vannak. Ugye nekem volt 7 térdnőtétem, ehhez még úgy társolt 3 trombózis, mind a két lábam szárába, egyikbe 2, másikba 1, és hát ezeket én azért mindaz odáig, amíg nem kezdtem el szedni a termékeket, ezek azért nekem bizony visszatérő fájdalmakban voltak. Tehát ilyen görcsös fájdalom volt a lábam szárában, főként, ha sokat mentem, vagy esetleg többet álltam. És
És ezek megszűntek, és olyan tényleg ezt az érzést leírni, elmondani azt, hogy olyan érzés volt, mint hogyha valami így kis buborékok kukatatulna, mozgatulna benne valami, és mintha átlevegőztették volna a lábam szárát. Hát, illetve még ami ugye ezen kívül nagyon pozitív ezeknek a szereknek a szedésében nálam, az, hogy sokkal jobban alszom, tehát az éjszakáimban nehezen mentek, sokkal jobban alszom. Úgy mondhatom azt, hogy tehát még az energiám is szinte megnőtt, és ugye nekem előtte, tehát a vírus, az első vírus megjelenésekor, akkor volt én nekem egy MRI felvételre kellett mennem, mert a bal térdem, illetve a jobb térdem ugyancsak fájt, és ott elég sok mindent kimutatott az MR. Tehát én, hogyha lefeküdtem hanyat, akkor nem, tehát felhúztam a lábam, de állandóan visszacsúszott, tehát nem tudtam megtartani. Aha. És ott is valami történt, mert most már nem csúszik ki, tehát meg tudom tartani, tehát ezek a szallagok, inak, ott valami erős. Valami nagyobb van történt. A vérnyomás csökkentő, ez volt a legelső tapasztalat. Ugye én este, reggel és este vérnyomás csökkentőt szedtem, bocsánat, ugyanis az estét már elhagyhattam, mert ilyen 120-125, max. 128-as vérnyomásaim vannak azóta, úgyhogy én nagyon-nagyon, és tényleg az ízületi fájdalmak, azok is rettenetesen sokat enyhültek. Sőt, ugye nekem van egy több, de kialakulóban volt, illetve már ki is jött egy ágyéki gerincsér, és arra már opiumtartalmú gyógyszert kaptam, a fájdalmat szüntesse. Viszont mióta ezeket a szereket szedem, azóta nekem ez, azt mondták, hogy ez visszatérő lesz. Hát még a derekam sem fáj. Úgyhogy nagyon fantasztikus. Nagyon erős terméktapasztalatok. Igen, nagyon szépen köszönjük, és gyűjtsed továbbra is a terméktapasztalatokat. És cél a gyémánt. Legyen. Köszönjük szépen a riportot. És a beszámolót. És a beszámolót.